Elérkeztünk az EB selejtezők negyedik fordulójához, ezúttal Pozsonyból köszöntök mindenkit sok szeretettel. Olaszország vendégeskedik ugyanis a szlovák válogatott otthonában. Szlovákia-Olaszország EB selejtező mérkőzés következik. Ugyebár az olaszok eddig 9 ponttal vezetik a csoportjukat, a szlovákok pedig mindössze 5 pontot gyűjtöttek eddig. Most hazai pályán, hogy a szlovákoknak lesz egy Olaszország elleni bravúrjuk, az a kérdés, mindenesetre elég érdekesnek és jó meccsnek ígérkezik ez a találkozó. Hitet ez az egyik választott mérkőzésünk a negyedik fordulóból, a himnuszok következnek. Szlovákia-Olaszország, tehát a másik közvetített meccsünk pedig a Szerbia-Franciaország lesz majd ebből a fordulóból a magyar Velszi mellett. Émen a szlovákok kezdője Harasznyi Bozsenyik, illetve Beró előkezdő, Hamsik Kuck, illetve Lobotka is, úgyhogy azért ismert játékosok a szlovákoknál, és hát ez a meccs Hamsik számára is különleges, mivel ugye ő a Napoliban azért jó pár évet lehúzott Olaszországban. Ami az olaszokat illeti, Insigne, Immobile, Chiesa elő, Spinazzola, Acerbi, Bonucci, Florenzi többek között a védelemben. Az olasz válogatottnál, és hamarosan kezdődik is a mérkőzés, fehérben láthatjuk majd a szlovákokat, míg kékben pedig Olaszországot, úgyhogy kezdődhet ez az EEB selejtező mérkőzés a negyedik fordulóból. Béró kapja a labdát, és teszi középre, Bozsonyi kedül azonban Ecserbi hozna el, és rögtön egy szabadrúgás lesz majd ennek a vége így, és a játékvezető egy sárgalapos figyelmeztetésben részesíti a szlovák Bozsonyiket. Mit rúgott oda Acerbinek Bozsenyik, teljesen jogos a sárga. Acerbi végezheti majd el az olasz szabadrúgást. Immobile felé, Immobile lefejeli, Barella. Florenzi. Chiesa. Immobile irányába. Magas volt Immobilének kirúgás. Na nézzük Insignyét. Bocsánatok, nem kirúgás, szöglet lett. Barella. Megszerint belecsúszhatott még ott egy szlovák. Insigne. Be tudja adni a labdát. Jó a fejes és egy óriási bravúr Dubravkától. A 13. perc hozza a meccs első helyzetét. És bizony nagyon közel járt Olaszország a vezető gólhoz. Hamsik szerzi meg. Beró. Jó labda Haraslinnak. Kucka. Ezzel most jöhetnek a szlovákok. Kucka. És középen többen is kérik, Kucka lövi középre, ott az ígyszer, és lemaradt róla Bozsenyik középen. Florenzi. Donnarumma. Elíveli Hamsiknak. Hamsik belefejel egyet, de ez nem volt jó, Verratti. Verratti egyel tovább Barellának. Barella az is jó, még Immobile. Fordul Immobile, és aztán lövi el a labdát, véd Dubravka. Skriniar. Hancsko. Jól teszi tovább Hamsik. Hamsik még ez így végül Barelláé. Mindig ott van Hamsik. Lobotka. Kucka. Egyből tovább Bozsenyik. Bozsenyik még mindig. Bozsenyik, hát hova? Chiesa. Lobotka. Egyből a passz, Haraslin. Lövőhelyzet lassan, Haraslin egyedül még mindig. Haraslin. És végül megszerzi a labdát tőle Verratti. Barella. Jorginho, Bonucci, Bonucci ível, Pekarik,
ne tudja fejelni a labdát. Hát egyébként összességében nem ez a játéknap legjobb meccse eddig. Egy helyzet volt mindössze a meccsen, és lassan vége az első félidőnek, Immobile. Na most lehet bizony Dubravka véd! Most már volt helyzet. Most Dubravkának is egy újabb védése. Na nézzük Insigniét, kicsiben csak a szöglet, Spinazzolával. Spinazzola emeli be. Dubravka. Vavro. Lobotka. Biro. Egy perc a ráadás az első fél időben. Biro mehet. Biro még, Acerbi. Hát ezzel a fél idővel a legjobb azt csinálni, hogy megpróbálni elfelejteni. Szlovákia-Olaszország 0-0. Egyelőre egy esemény, hát majdnem egy esemény nélküli mérkőzést látunk. Na kezdjük akkor a második fél időt. Nézzük akkor a második fél időt. Olaszország kezdte el a találkozót. Hanaslim. Hamsik. 50. perc. Hamsik kivitte, kirúgás. A szlovákoknak még nem volt helyzete a mérkőzések, ez van egy sárga lap. Olaszországnak ugye kettő komolyabb, mind a kettőt védte ugye Dubravka kapus. Hát összességében nem egy túl színvonalas találkozó, eddig ez a Szlovákia-Olaszország EB-s elejtező. Érkezik a pályára Mák, ő Bérót váltja, emlékezhetünk, hogy Mák ugye korábban játszott a Ferencvárosban is, Immobile. Kucka. Jelenleg a szlován játékos, de fordult a Parmában is. Mack. Szabad rúgás lesz majd. Amelyet Hamsik végezhet el. Na nézzük, Bozsenyik irányába egy ollózó mozdulat, így a gólhelyzet, és már nem érték ott el a szlovákok. Na meg volt az 59. percben Szlovákia első komolyabb lehetősége. Veratti. Hát azért Olaszország nyilván nem engedheti meg magának, hogy itt Szlovákiában pontokat hullajtson, főleg nem ennyire gyenge játékkal, mert az olaszok sem nyűgözik le egyelőre, azt hiszem, az embereket ezzel a meccsel, nem mondja, a szlovákok, akiknek mondjuk Olaszország ellen nyilván otthon jó az egy pont. Insigne! Na, végre valami. Dubravka véd. Lobotka. Mack. Lobotka. Labdát szereznek az olaszok, Barella, Immobile, sarokkal, az viszont Kuckáé. Lobotka újra. Ütközés, Haraslin, mehet tovább azonban, Jorginho. Megszerzi a labdát, Kézának nem jó az, Hancsko. Azért ez nem volt túl szép, Hamsik, szabad rúgást kapnak a szlovákok. 74. perc már, még mindig 0-0, Florenzi. Megszerezni Olaszország a labdát, Lobotka, mindig ott van, Immobile. Immobile, és végül Lobotka. Ő tudja elhozni. Bozsenyik. Acerbi végül. Jorginho. Immobile. Hát a másik oldalra Insignének. Insigne indulhat meg. Pekarik mellett jól tolja meg. Insigne zicserben. Insigne, hát ez a lövés az összefoglalta az egész mérkőzést, azt hiszem. Jön majd Gyuris. Haraslin helyett. 0-5 a lövési kísérletek aránya Olaszországnak ezen a mérkőzésen. Hát, hogyha közvetítjük majd az olaszoknak a következő meccsét, mondjuk ez majd csak szeptemberben lesz tervek szerint a svédek ellen is elejtező, akkor reméljük az ez már jobb színvonalú meccs lesz. Jorginho. Immobile. Szép játék, Jorginho kapja és kihagyja ezt is a meccs zicserét a 89. percben. Hát ez 10-ből 9-szer onnan lazán bepasszolja Jorginho, itt meg a kaput sem talált el. Pedig ez volt az egyik, hát talán legkomolyabb helyzete a meccsen Olaszországnak. Jorginho lábában maradt a 3 pont. Így tehát Olaszország úgy néz ki, botlik. Krosovski jött Kucka helyett. Krosovski. Szlovákia meg úgy, hogy helyzetet sem alakított ki Olaszország ellen, a kapus bravúrjainak köszönhetően is, de bravúr pontot szerez Olaszország ellen az EB-s elejtezők negyedik fordulójában. Immobile. Pozsonyban botlik tehát az olasz válogatott, Szlovákia-Olaszország 0-0. Ez a vége.